Az IVS magyarul az Európai Önkéntes Szolgálat az Erasmus Plus program keretén belül 17 és 30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön önkéntes munkát végezzenek. Tevékenységükért cserébe többek között szállást, ellátást, nyelvoktatást, személyes segítőket és kisebb összegű zsebpénzt is kapnak a résztvevők. A szolgálat lehet rövid idejű, például 2-3 hónapos, ám van lehetőség hosszabb programban részt venni, így akár egy évet is eltölthetnek más országban a fiatalok. Nyíregyházán több IVS-es küldő és fogadó szervezet van, többek között a Központi Ifjúsági Egyesület. Mi 2009-től a Központi Ifjúsági Egyesület immár 8 éve segíti ezt a programot, mind küldéssel, azaz küldünk ki magyar fiatalokat, mind pedig fogadással, és fogadunk külföldi országokból fiatalokat. Tehát az elmúlt 8 év során közel egy olyan 15-20 projektben közel 40 külföldi önkéntes volt a vendégünk Debrecenben, illetve Nyíregyházán. Az egyesület működteti a közösségi fészek ifjúsági iroda és közösségi termet, ahol a fiatalok kikapcsolódhatnak és akár kiállítást is szervezhetnek. Most egy orosz önkéntes lány Daria tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők, munkáját több nemzet fiataljai segítették. Ez a kiállítás, ami IVS programunkról szól, valamint a magyar életünkről. A legtöbb alkotást Daria készítette, ezeket állítottuk ki itt a közösségi térben. Én is segítettem neki, egy videóval egészítettem ki az ő tárlatát. Az ifjúsági központtól ezzel a kiállítással búcsúznak a mostani IVS-es résztvevők. A következő turnus október elején kezdődik, akkor bolgár, lengyel, spanyol és grúz fiatalok érkeznek majd Nyíregyházára.